Őcsényben is az általános iskolásoknak köszönhetően elevenedtek meg az 1848 márciusában történtek. A diákok pénteken csaknem egy órás ünnepi műsorral emlékeztek a forradalom áldozataira. A fiatalok a március 15-én történteket szinte percről percre mutatták be. A 15-ére virradó ég ébren töltöttem. Korán reggel az ifjak kávéházába a Pilvaxba siettem. Úton Vasvári Pállal találkoztam, mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, aki nálunk javít, és ott várjanak meg együtt engemet. Uraim, a törvény nevében megtiltom, hogy itt az egyetemen felforgató tevékenységet folytassanak. Azonnal távozzanak, kérem! Levelet! Ne álljon az utunkba! Félre! A műsor után a polgármester állt a hallgatóság elé, aki egy szekszárdi 48-as költő versével készült, valamint megemlékezett az őcsényi forradalmárokról is. Elég sok őcsényi polgár is részt vette a forradalmi szabadságharcban. Ezt a kopjafánkon megvannak a nevek örökítve, tehát mintegy 30 ember megáldozta az életét a szabadságért. A megemlékezést szombaton koszorúzás zárta.